Az Új Magyarország vidékfejlesztési program keretében indulnak OK-i és szakképesítést adó tanfolyamok Sárospatakon. A támogatott képzést igénybevevők számára évente személyenként 275 ezer forint képzési keretösszeg áll rendelkezésre. A pályázati feltételeknek megfelelően részesülhetnek az érintettek támogatásban. A 100%-os képzés vonatkozásában szintén pályázatot kell benyújtani a képzőintézményen keresztül. Ez a Magister Manager Kft., ez az UMVP programnak a képző szervezete, egyike annak a 39-nek, amely országos szinten lebonyolítja ezeket az UMVP képzéseket. Jogosultság vonatkozásában azt annyit kell tudni, előírás, hogy a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatalnál regisztrációs számmal kell rendelkeznie a képzésben résztvevőnek. A képzésben mezőgazdasági vállalkozók, egyéni vállalkozók, őstermelők, családi gazdaságok képviselői vehetnek részt. A társas vállalkozások esetében pedig a vállalkozások vezető tisztségviselői, valamint alkalmazottai. Az egyik az gyümölcspálinka gyártó főző készítő tanfolyam, a másik pedig az aranykalászos gazda. Mind a kettő az országos képzési jegyzékben szereplő államilag elismert szakképesítés. Az Emplin térség vonatkozásában mind az öt kis térségre tervezünk kihelyezett képzést, a Sátrójuhely kis térség vonatkozásában Pálházára, Sárospataki kis térség vonatkozásában Sárospatakra, Bodrog köz vonatkozásában Cigándra, Tokaji kis térségnél Tokaj helyszínnel, Szerencsi kis térségnél Szerencs helyszínnel, valamint lehetőséget kívánunk biztosítani az Abaúj hegyközi térség érdekeltjeinek, Abaúj szántói helyszínnél. A képzés utófinanszírozott rendszerben működik. Azoknak, akik nem tudják előre befizetni a tanfolyam költségét, a képzőintézmény előfinanszírozással lehetőséget biztosít a részvételre. A képzések hétvégi ütemezéssel péntek és szombati napon valósulnak meg. Röviden annyit a gyümölcspálinka gyártó tanfolyamról, hogy ez szorosan illeszkedik az Emplin vidékfejlesztési stratégiájához. A turizmus, az idegenforgalomhoz kötődően a borturizmus egyik szervezés része lehetne a pálinka turizmus fejlesztése. Erre ugye erőfeszítések történtek az elmúlt években. Ez a képzés szorosan kapcsolódhat hozzá, és a másik, az aranykalászos gazdát elsődlegesen azon 40 év alatti fiataloknak ajánljuk, akik ez évben úgynevezett fiatal gazda támogatásra szeretnének pályázni az MVH-nál, és ehhez előírt szakképesítéssel kell rendelkezniük. További információ az Emplin TV képújságában, Sárospatak honlapján, vagy a Sátoraljaújhelyi Turinform irodában található.